Nem olyan rég arra a feladatra vállalkoztam, hogy bemutassam, hogy dolgoznak a hivatásos táncosok. Hazai pályán a Fitos Dezső társadalmának köszönhetően megmutathattam, hogy dolgoznak a néptáncosok, a kortárs táncosok rejtelmes világába, a Közép-Európa táncház engedett betekintést. És most emel gyönyörű épületben arról fogok forgatni, hogy hogy is dolgoznak a balett táncosok. A mindennapi tréningünk az reggel 10-kor kezdődik. Bemegyünk a balettterembe, elkezdődik a gyakri, és hát ez ugye fel van építve nagyon komolyan, hogy először ugye a rudnál kezdünk dolgozni, aztán kimegyünk középre, majd elkezdünk ugrani, spiccelni, tehát ez nagyon-nagyon komolyan fel van építve. Gyakorlatot követően pedig következnek a próbák, vagyis a konkrét felkészülés a bizonyos darabokra. Attól függ a beosztásunk, hogy éppen mire próbálunk, milyen produkcióra készülünk, sokszor párhuzamosan 2-3 balettre is szoktunk készülni. Gyakorlatilag reggeltől estig a próbateremben töltjük a napot. Ez egy újdonság ebben a szezonban, hogy este 6-kor befejezzük a munkát. Aztán hazamegyünk, és gyakorlatilag egy ilyen gyors, nem tudom, fürdés és egy kis pihenés után ugye indul az egész előről. Egy gálára készülünk, amiben én Hanspan Manen 5 tangóját táncolhatom el a női főszerepet benne. És ez a munkafolyamat az úgy néz ki, hogy először megtanuljuk a lépést, és amikor már megtanulta az ember, és igazán benne van a testben, és csak gyakorolni kell, akkor az már egy jóval könnyebb feladat. Nagy premierekre általában 2 hónapot szoktunk készülni, olyan darabokra, amiket meg már játszottunk a múltban, azokra meg nagyjából ilyen 1 hónapot, vagy bő 1 hónapot szoktunk készülni. Mikor az ember szabadon fölmehet a színpadra, és különböző karakterek bőrébe bújhat, én azt gondolom, hogy az tényleg nagyon csodálatos, amikor nem csak a nézőnek tudunk adni a táncunk által, hanem mi magunk is többé tudunk válni általa. Good, good. Black hand.